Hogy találkozzatok életem, unókhoz, Istenhez.
nekünk, a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
szeretteink, Urunkat, Krisztus, szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szelíden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy aki Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal. Jobb ugyanis, ha inkább jó tetteitekért szenvedtek, mikor ez az Isten akarata, mint sem gonoszságaitokért. Mert Krisztus is meghalt egykor a bűnök miatt, az igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. Test szerint ugyan megölték őt, de a lelke szerint életre kell. Ez az Isten igéje.
szerendő bíboros atya, mint az Unyi Egyházközség lelkipásztora, bemutatom kedves híveimet, akik előkészültek a vérmálásra és a szentség kiszolgáltatását kérik. Méltóknak tartod őket? A felkészülésük alapján és a Szent Jónás kegyelmével megerősítve méltónak tartom őket. Kedves testvérek, kedves vérmálások! Örömmel hallottam a plébános atyától a fölkészülést, és hogy most tiszta lélekkel itt vagytok a Szent Misén, a vérmálás szentségében részesüljetek. Ez alkalom arra, hogy most mindnyájan, akik itt vagyunk a templomban, gondoljunk a vérmálás szentségének a tartalmára. Egyházunk ezt így fogalmazza meg, a vérmálásban a megkeresztelt ember elnyeri a Szentlélek ajándékait, erőt és küldetést kap ahhoz, hogy Jézus Krisztus élő tanúja legyen az egyházban. Ez a megfogalmazás elénk állítja, mit kapunk a vérmálás szentségében. Így hangzik a Szentlélek ajándékai. Erről bőven beszél a Szentírás, sokat lehetne erről beszélni, fölkészülés idején volt erről szó, erre nem térek itt kívülön. De nem csak kapunk a vérmálás szentségében, elvárás is kapcsolódik hozzá, hogy Jézus élő tanúi legyünk. Élő tanú az, aki az életével tanúskodik, a cselekedeteivel, viselkedésével, magatartásával mutatja meg, hogy Jézusban reménykedik, Jézusra hallgat, Jézus tanítását követi. És az elvárás az, hogy ilyen élő tanúk legyünk az egyházban, a mi saját kis közösségünkben. Úgy vagyunk, mindnyájan elgyöngülünk időközönként, milyen jó, ha van mellettünk valaki, aki segít, hogy ismét erőre kapjunk. És Jézus Krisztus élő tanúi legyünk a világban. Ott, ahol élünk, ahol dolgozunk, ahol az emberekkel találkozunk. Hát így a vérmálás szentségének a tartalmáról. És most eljöttünk a Szent Misére. Az történik, amit hallottunk az apostolok cselekedeteiből. Az apostolok cselekedetei című szentírási könyv leírja a kezdeti egyháznak az életét. Most éppen azt hallottuk, hogy Fülöp diákonus elment Szamáriába, ez Jeruzsálemtől északra lévő terület, ott hirdette az evangéliumot, akik hívők élettek, azokat megkeresztelte. És utána kimentek az apostolok ezekhez a hívekhez, és mivel csak megkeresztelték őket, lehívták rájuk a Szent Lelket. Így írja a Szentírás, rájuk tették a kezüket, imádkozva éltük, és elnyerték a Szent Lelket. Hát a mai szentmisében ugyanez történik, mint amit a kezdeti egyház életéről hallottunk. A Szentlélek elnyeréséről van szó. Jézus Krisztus sokszor beszél arról, hogy megígéri a Szentlelket és elküldi a Szentlelket. A Szentléleknek a működéséről is sokszor, sokféleképpen beszél. A mai evangéliumi részletben is ezt hallottuk, és hadd idézem föl, amit hallottunk az evangéliumi részletben. A Jézus az utolsó vacsorán mondott hosszabb, elbúcsúzó beszédet a tanítványaihoz, ezért ezt búcsú beszédnek nevezzük. És itt az hangzott el, ha szerettek engem, tartsátok meg a parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Jézus itt ezt hangozhatja ki, hogy az igazság lelkét küldi.
Szentlélek lélek, tehát szemmel nem látjuk, kezünkkel nem tapintatjuk meg, de valóság. Ugyanez vonatkozik miránk is az igazi, értékes adottságai, szemmel nem láthatók és kézzel nem tapintatóak. Ilyen értékes adottságai, szeretet, a hűség, a becsületesség, lelkiismeretesség, lehetne tovább sorolni. Ezek mind lelkünknek az adottságai. Szentlélek ezekre az adottságainkra, a lelki adottságainkra van hatása és segít, hogy a krisztusi életet éljük. Jézus azt mondja, hogy elküldöm az igazság lelkét. Igazság szót használja, de az igazság szónak mennyi tartalma volt már a történelem folyamán. Ha valaki olvassa a Szentírást, vagy a Jézus szenvedés történetén a passiót meghallgatja, az szerepel az, hogy Jézus erről beszél Pilátus előtt az elítélésekor, mert Pilátus egyszerűen nyeglén csak ennyit mond, mi az igazság? Hát így vagyunk ezzel a szóval. Mi ennek a tartalma? Manapság nincs milyen, mennyire mondják azt, hogy egy mindenki számára lévő igazság nincs. Mindenkinek csak a saját igazsága van. Igazságot nem lehet keresni. A mai életben egy ilyen összevisszaság alakult ki eléggé erősen. De ez nem tudja az embert kielégíteni, és ez nem az igazi út, egy bizonyos tévút. És itt hadd idézem boldog második János Pál pápát, most avatták május 1-én boldoggá, illendő, hogy gondoljak rá. 1996-ban itt járt Magyarországon, és Győrött a következőt mondta. A 20. század végén mennyire szükséges megismerni Krisztust, az ő személyét, életét és tanítását. Ma sok ideológia és kulturális áramlat kínálja magát, boldogságot, sikert és szabadságot ígérve, de nem képesek megjelölni az élet valódi célját. Egyedül Krisztus az út, az igazság és az élet. Szíve legmélyén minden ember a Krisztus által kinyilatkoztatott igazságra vágyik. Így beszélt hozzánk Jelvon Szent Atyánk, mely egyben arra mutat rá, hogy annyiféle vélemény van, annyiféle törekvés van, annyiféle irányzat van, de melyik az, amelyik meg tudja jelölni az élet valódi értelmét? Miért élek a világon? Idősebbek talán emlékeznek még arra, hogy a katekizmusban annak idején az első kérdés így hangzott, mi véget vagyunk a világon? Hogy Istent megismerjük, szeressük, neki szolgáljunk, és ezáltal üdvözlődjünk. Így fogalmazta meg a régi időben a katekizmus, amelyik a legfontosabbat foglalja össze, ami az életünknek az igazi célját adja meg. Sokféleképpen lehet vélekedni az élet céljáról. Jézus Krisztus az, aki rámutat arra, hogy az Isten megteremtett bennünket, de nem az elmúlásra, nem arra, hogy néhány évet a Földön éljünk és mindennek vége, hanem a megváltásával megszerezte az örök életet. És azt kérdezzük, hogy az igazság ebből a szempontból mi mindenki számára, az, hogy Isten örök életre hív bennünket Jézus Krisztus által. Ez nem egyéni vélekedés, egyéni hozzáállás, érzelemnek a kérdése, ez az életünknek az igazi célja kiteljesedése. És ezért is van az, hogy mondja a Szent Atya, hogy szíve mélyén minden ember
Krisztus által adott tanításra kívánkozik. Krisztus az igazság, amit említettem. És ő az út, aki megmutatja, hogy hogyan tudunk oda eljutni, és ő az élet, mert örök életet ad nekünk. Jézus az utolsó vacsorán ezt ígérte meg a tanítványoknak, elküldi az igazság lelkét. Az ígéretről van szó, de ha odafigyeltünk arra, amit az evangéliumban hallottunk, a Jézus megjelöli a föltételt is, hogy az a lélekben hatékony legyen. A Szentléleknek a kiáradása nem azt jelenti, hogy valami rendkívüliség, egy nagy élmény hatja át a lelkemet, úgy érzem, hogy most minden olyan jó számomra, nem rendkívüliségben mutatkozik meg. Együtt kell működni a Szentlélek kegyelmével. Hogyan tudok együtt működni? A mai evangéliumban éppen azt hallottuk, annak, hogy megkapjuk a Szent Lelket, elengedhetetlen föltétele a parancsok megtartása, és éppen a parancsok megtartásával mutatkozik meg, hogy mi Jézusi szeretetben akarunk élni. Csak az alkalmas a Szentlélek befogadására, aki az Isten akaratát akarja teljesíteni, és maga Jézus állította elénk a föltételeket. Mai napon itt most a Fúnyi Egyházközségben Szentlélek kiáradását várjuk. Bérmálkozók számára hadd mondjam, bérmálkozás napján elhangzott Jézus ígérete, elküldöm az Atyától az igazság lelkét. És mi ez az igazság? Jézus Krisztus, aki az üdvösségre hív bennünket, és az utat is megmutatja. Azt kérem a bérmálkozóktól, hát ezt a gondolatot jegyezzétek meg, és emlékezzetek rá vissza később is. De szól mindnyájunknak is, akik régebben bérmálkoztunk, hisz a bérmálásban megmaradó kegyelmet kaptunk, és a mai Szent Mise alkalmas arra, felszítsuk a lelkünkben a bérmálás kegyelmét. Megköszönjük Istentől, hogy a kerességben is a bérmálásban részesültünk, hogy megkaptuk a hit kegyelmét, megköszönjük, hogy annyi lelki erőt adott, hogy Jézusnak a tanítását tudtuk követni, és megköszönjük azt a reménységet is, amit kaptunk a bérmálásban, a Szentlélektől. És így kérjük Jézus Krisztus, maradjon továbbra is ezzel az egyházközséggel, hadd ismerje föl benne mindenki az életnek az igazságát, megtalálja benne az utat az üdvösségre, és az igazi életet, amelyik itt a Földön is szeretetet sugároz, de amelyik elvezet bennünket Krisztus országába. Amen. Kedves testvérek, most következik a Szentség kiszolgáltatása, amelyiknek a szertartásában a bérmálkozók először megújítják a kerességi ígéreteiket. A szándékosan megemlítem mindig ezt, mert a keresség és a bérmálás szorosan összekapcsolódik. A bérmálás adja meg a kerességnek a teljességét. Ha itt is, ebben az egyházközségben is van olyan, akinek az életéből kimaradt a bérmálás, mindegy, hogy milyen ok volt. Ne legyen semmi akadály, még az életkor sem, hogy a keresség a maga teljességét a bérmálás szentségében elnyerje. Ezt követően egy imádságban hívom le a Szent Lelket, tesz egy fölhívás az imádságra, amelyet egy rövid csend követ. Azt kérem, hogy akkor kiki a saját gondolatával, kérje a Szentlélek kiáradását, bérmálkozunkra, mindnyájunkra, az egész egyházközségre.
Ezt követi a szentség kiszolgáltatása egyenként, kézrátétellel és a krizmának nevezett olajjal való megkenéssel. A hívek közös könyörgésével zárul a szertartás, utána a szentmise a szokott módon folytatódik. Kedves bérnálkozók! Mielőtt megkapnátok a szent lelket, újítsátok meg keresztségi fogadást. Amikor megkereszteltek titeket, még kicsinyek voltatok, és helyettetek szüleitek és keresztszüleitek vallották meg a krisztusi hitet. Most öntudatosan feleljetek arra, amit az Anya Szent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondotok-e a gonosznak, minden cselekedetének és csábításának? Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hiszünk. Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kín halált szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a haláltól és ül az Atyának jobbján? Hiszünk. Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akiben a mai napon a vérválás által különleges módon részesültök úgy, mint pünköskoros apostolok részesültek? Hiszünk. Hisztek-e a katolikus Anya Szent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test föltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árasszál jóságosan szent lelkével fogadott gyermekeit, akik újjászülettek már az örök életre a keresztség vizéből, a Szentlélek erősítse meg őket őkező ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, Te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Gyula, vedd a Szentlélek ajándékának jeléd. Béke veled. Légy üdítethez. Mária, vedd a Szentlélek ajándékának jeléd. Béke veled. Légy üdítethez. István, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, végfű hitethez. Ferenc,
vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, légy hűítethez. István, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, légy hűítethez. Anna, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, légy hűítethez. Mária, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Légy veled, légy hűítethez. Orsolya, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Légy veled, légy hűítethez. Péter, vedd a Szentlélek ajándékának jelét. Béke veled, légy hűítethez. Kedves testvérek, most álljunk föl mindnyájan. Könyörögjünk a mindenható Atyaistenhez, és imádkozzunk egy szívvel, lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk, és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk. Könyörögjünk az Úrhoz, megbízottakért, hogy hitükből táplálkozva és szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjon a Krisztusunkról. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk a szülőket és a démasztőket, hogy szavukkal és példájukkal, ezután is szinten üzdítsák a megbírvánokat Krisztus követésére. Hallgass meg! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk Benedek pápáért, László bíborosunkért és az összes püspökért, hogy a Szentlélek áldozása által tegyék tökéletessé Isten népét, Krisztusunk rám jöjjön. Hallgass meg! Kérünk téged, hallgass meg! Könyörögjünk Isten Szent Egyházaért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjen a hit és a szeretet egységében. Hallgass meg, Urunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvéreknek tekintsék egymást faji és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívedbe. Hallgass meg, Urunk! Hallgass meg minket! Istenünk, őrizd meg szívünkben a bért. Istenünk, te megadtad apostolaidnak a Szent Lelket, és általuk, valamint utódaid által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg kegyesen imádságunkat, és Szent Lelked erejével alakítsd át híveid szívét úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkös napján, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Thank you.
hallgató testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el könyörgéseinket áldozati adományainkkal együtt, add, hogy kegyelmed erejéből megtisztulva atyai jóságot szentségeihez méltók legyünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és is a lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban, méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus a húsvéti bárány. Mert ő az igazi bárány, aki elvette a világ bűneit, halálunkat halálával megtörte, és föltámadásával új életet szerzett nékünk. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjon, a mennyei erők és a hatalmas angyalok dicsőséget himnuszát zengi, és vég nélkül énekli. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amit elmentesz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk, és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen meg a Szent Élet mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Benedek pápánkkal, Péter püspökünkkel, László bíboros atyával és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt szeretteinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj rajtunk mindnyájunkon, a most megvérmánkozottakért, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön fölötté. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk.
elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív a szalához Jézus, az Isten bárhánya. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljék maga jövőt, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szívem. Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életben. Thank you.
újjáteremtett minket az örök életre. Növel bennünk a húsvéti szentség kegyelmét, és az üdvösség kenyerének erejét áraszt szívünkbe, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. A bírválkozók és az önjegyeztetőket köszöntöm a főtisztelendő bírósokat. Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket és megbírmált. Fogadja szeretettel ezt a verset, és szerintem lennék meg. Nagy ünnepünkön térdem állva, érteni tárba képzelünk. Jöjj el, Szentlélek Isten, esengbe kéri velünk. Köszöntünk téged, Isten lelke, leszállásodat ünnepén, felé tárjuk szívünk és lelkünk, szükségesünk esetelén. Jöjj el, Szentlélek Isten, jöjj el, s mit tudna vettelünk, állasz fényed rács, őrel, ki elhozott téged nekünk. Bíborosunk, innét minden hűtésed százszor áldra, hogy sok-sok boldog éve el, edd a lelket a hűnyájra. Jöjj el, Szentlélek Isten, áldósan meg bíboros atyánk, s könyörgésére jöjj el, közénk szájjelánk. Köszönöm szépen elnök úrnak, kedves köszöntő szavait, az elhangzott szép verset. A szentmise végén kiemelem azt, hogy a bérmálásban való részesülés egész egyházközség számára ünnepet jelent. És ezen az ünnepen, itt a mi közösségünkben hangozzék el köszönet a prédánosaink felé, aki áldozatosan jó szívvel látja el az itteni híveket, de még ezen kívül más két egyházközségben is. A továbbra is a kedves hívek szeretetébe ajánlom őt, segítsék a munkájában. Sajnos, hogy a papián miatt több Britániát is kell sok papnak ellátni, őnek is hárman kell ellátni. De a segítségükkel és a szeretetükkel tudnak neki buzdítást és erőt adni. Hangozzék el köszönet mindazok felé, akik a templomban az Isten tiszteletnek a fölemelésében segítenek, az énekel a kántor felé, sekkesség gondozó felé, egyházközség képviselői felé, mindazok felé, akik a templom a tisztán tartásáról gondoskodnak. Kérem azt, hogy maradjanak mindig hűségesek Jézus Krisztushoz, örömmel találkozzanak vasárnaponként Jézussal itt a Szentmisén, Jóisten áldása kísérje az életüket. És most a Szentmise végén, a jelenlévő Szentmise végi áldásba jelenlévőkön kívül belefoglalom az itteni egyházközség valamennyi hívét is. Az Úr legyen veletek, és a lelkeddel. Istenünk, őrizd meg szívünkben a bírmálás kegyelmét és a Szentlélek ajándékait, hogy híveit ne szégyeljék a világ előtt megvallani a keresztre feszített Krisztust, és szeretetből teljesítsék minden parancsát, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szentmise véget ért, küldetésetek van, menjetek békével. Istennek legyen.